Sziasztok, Sziklavári Tamás vagyok a Szigetszer Kft-től, és egy olyan videót fogunk most készíteni, amiről ugye a Facebook oldalunkon már értesülhettetek, és pedig arról, hogy a 10x036-os éledzett lapunkat megnézzük, hogy mennyit bír, hány vágást. Ahhoz, hogy ezt minél jobban be tudjuk mutatni, van itt két paradicsomkaró, amik ugye kellőképpen száraz faanyagok már, és az összméret, amit eddig néztünk rajtuk, az úgy van, hogy az egyik 119 centi, a másik 93. Na most 1 centire állítottam én be a vágást, tehát több mint 200 vágást fogunk elvégezni. A vágásnál, az elsőnél megmutatjuk, hogy milyen a vágási minőség, és utána úgy döntöttünk, hogy 50-esével fogjuk megmutatni, valamint lesz még egy olyan időkorlátja ennek a vágásnak, hogy 20 perc után megállunk, egy 10 percre pihentetni fogjuk a lapot, és utána folytatjuk, mert ugye ez a kicsike lap azért fel tud melegedni, és a melegedés által ne legyen károsodása, ezért meg fogunk állni, amit ugye mindig javasolunk is nektek, amikor vágtok. Szóval röviden ennyi, hogyha véletlenül ezt a két faanyagot összevágjuk, és terveink szerint még akkor is tökéletes a vágás, akkor fogunk egy harmadik karót, ha kell, van még egy negyedik. A lényeg, megnézzük, mennyit bír a szalagfűrésznek, az 10x036-os éledzett szalagfűrésznek az éle. Íme, itt van az első vágás, ugye itt van lefele, ahogy vágtuk, itt meg van fordítva a stóc, hogy ez a 11., 21., 31. vágás, stóc átfordítva, és itt íme az 50. vágás. Itt tartunk jelenleg, és egyenlőre nem veszünk észre semmi különbséget igazán a vágási minőségben, úgyhogy folytatjuk. Mint láttátok, meg volt a következő, úgyhogy csak így mutatom. 50, ez a 61., 71., 81., 91., 100. Mi legalábbis semmi különbséget nem látunk. De itt van már 100 vágás. Na, haladjunk tovább. Tehát itt van a 101. vágás, és itt látjátok, hogy elfogyott ez a karó, jön a következő, ami egyébként egy lényegesen keményebb, a vágás hangján is hallottam, hogy egy keményebb faanyag, de az összesre igaz, ami most már ugye itt van. Ez mind, hogy ez egy nagyon nyúzó próba, tehát nagyon kemény fát vágunk, 131., ugye ott tartunk, és íme a 150. Összehasonlításképpen mutatom, hogy ez a 150, ez volt az első. És ami még egy nagyon sarkalatos, ugye már itt a 100., tehát nem tudom, a videó visszaadja, de szerintem igen, hogy a 150-nél azért már látszódik, hogy 150 ilyen kis kemény faanyag vágásánál már egy nagyon picit látszódik, hogy kezd kopni az éle, de most még megyünk tovább, és 200-nál meglátjuk, mi van.
Nos, akkor haladtunk tovább. Igazán ez a karó nagyon-nagyon kemény faanyag, azt érzékeltem, és itt a 200. vágás, csak így nagyon közel itt van hozzá a 100. Ugye az egy lényegesen másabb színű. De nézzétek meg a vágási minőséget. Egy nagyon picit már látszódik, hogy már nem olyan, de hozzáteszem, ugye az egy, megint egy sokkal keményebb faanyag. Én próbálom ugye mind a 200 vágást ugyanazzal a tempóval vágni, hát ugye ez vagy sikerül, vagy nem, de már itt tartunk, 200 darab. Egy borzasztó kemény faanyagból. És mivel most úgy tartunk, hogy ez a karó is mindjárt elfogy, ezért ezt már nem vágjuk végig, hanem jön a következő karó, és a következő 50. Fú, nagyon jó. Nézzétek, ez a 250. vágás, ugye ebből a most egy kicsit puhább karó, mint az előző volt. Itt van már 250, és így mutatom végig, hogy milyen a vágási minőség, és hát nagyon érdekes. Ugye pont ez a méret már az, így ide teszem a kezemet, hogy lássátok, amit így mondunk is, hogy 4-5 centi vastagság keresztvágásra, erre nagyon jó ez a 10x036-os 4-es fogosztású lap, de a vágási minőséget azért azt megmutatom. Tehát ez a 250-edik, figyeljetek, itt az, próbálom nem nagyon rángatni a kamerát, tehát ez az első. Ez a 11-edik, ez a 250-edik. Úgyhogy amikor van egy kérdés, hogy mit bír egy éledzett lap, remélem lassacskán már ezt meg tudjuk mutatni, itt van 250 darab vágás az asztalon. Most elmegyünk 300-ig, és ha még ott se történik semmi változás, akkor ezt a tesztet úgymond hagyjuk is, mert hát azért 300 vágás és semmi különösebb nincs az első és a 250-edik között, és meglátjuk a 300-adik, akkor ez szerintem egy nagyon-nagyon jó eredmény. A 300. vágás után már így néz ki a kis gépünk, és itt vannak a 300 darab vágás. És mutatom, mert így nagyon érdekes az első és a 300. De ugye azért mutassam, én felborítom, ez a másik fele. Ez a 300. vágás úgymond ebből a karóból. Remélem, sikeres volt a dolog, hát ugye rajtam is, a gépen is minden tiszta fűrészpor, ugye ettől a 300 vágástól, és mi úgy döntöttünk most, hogy ez épp elég bizonyíték arra, hogy mit bír egy éledzett szalagfűrészlapnak az első élezés előtti éle, viszont itt marad ez a szalagfűrész. Hogyha van kedvetek, és szavaztok, méghozzá a Facebook oldalunkon lesz egy poszt, aminél, hogyha a vigyorgó jelre kattintasz, akkor az az igent jelenti, ha a csodálkozó jelre a nemet. Szavazzatok, ugyanis arra lehet most szavazni, hogy itt van ez a lap. Nem fogjuk annál abba a videóba már írni, hogy 50. századik, vagyis hát bemutatni, hogy hanyadik vágásnál tartunk. Az elejétől a végéig az valószínűleg ez egy felgyorsított videó lesz, egészen odáig, amikor elkezd
tönkre menni ez alatt, mert ugye az elején mondtam azt, hogy 20 percenként megállunk, de közben rájöttünk, hogy így 50-enként mutatva a vágási minőséget sokkal jobb, és életszerűbb is, mert ritka az, aki egyfolytában ezekkel a lapokkal sokkal többet úgy vág, hogy felmelegedjen ez a kis lap. De ha megszavazzátok, akkor csinálunk egy olyan videót is, már ezzel a kopott lappal. Tehát sziklavár itt, ja, egy nagyon fontos, ma a legfontosabb. Ha tetszett ez a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, a kis harangot bejelölni, hogy kapjatok értesítést, és hogyha nagyon fontos, Facebook oldalunkat is tetszikelni, ott lesz a szavazás, szavazzatok, mert nekünk itt van a lap, itt van a gép, elmegyünk a falig, hogyha kell, egészen odáig, hogy mit bír a lap, akár tönkre is tesszük addig. Amit ugye mindig mondunk nektek, hogy ne, előbb vegyétek le, előbb hozzátok el hozzánk élezni, de azért nézzük meg, hogyha van kedvetek, meddig tart. Addig is, a következő videóig is további szép napot kívánok, Sziklavári Tamás voltam a Szigetszer Kft-től, sziasztok! Valamit elfelejtettem mondani. Ez a 300 vágás, ez szépen a műhelyünkbe le lesz téve. Tehát ha bármikor jöttök hozzánk, és kíváncsiak vagytok, hogy milyen, beleemelnétek a stócba is, hogy ott milyenek voltak a vágási minőségek, gyertek, nézzétek meg, hogy milyen. Na, most már tényleg, sziasztok, ne felejtsetek el, tudjátok, szokásos feliratkozás, lájkolás, Facebook oldal, egyébként mindennek a linkje benne van a leírásban is, sziasztok!